Hare Krishna. Hare Krishna. Ki, aki először van ma itt? Ki, aki 108-dik? És fölött. 108 és fölött. Rendben. Hát akkor ti szoktatok üdvözölni, akik először jönnek? Nagy tapsal. Hát, akkor hogy hívnak téged? Matyi! Üdvözlök a Matyi! Legjobb helykor, legjobb helyen, legjobbkor, legmatyibb. Ja, köszönjük szépen. Ide rakom, de nem biztos, hogy kell. Mi a téma ma? Karmáról. Karmáról. Karma, milyen karma ott van írva? De mit arat? Arat, oké. Okay. Hoztatok kaszát? Vagy ez a, mivel szoktak így? Sarlót. Kalapácsot? Jó. Oké. Okay. Szerintem kezdjünk azzal, mert gondolom mindenki már hallotta a szót karmát. Úgy szokták mondani, hogy már eléggé dörzsölt ez a szó, és ki szeretne mondani egy mondatban, hogy ő szerint akkor mi az a karma ebben a kontextusban, hogy hát aratsz, aratás. Hát ugye van ez a mondás, hogy ki mit vet, úgy arat. Szóval, amit csinálok, annak lesz egy visszahatása is. Nagyon jó. Köszönjük. Még valaki kiegészíteni szeretne? Nincsen. Tökéletes, amit mondtál, vége az előadásnak. Mehetünk. Van ennivaló? Oké. Igen, vannak sokféle megértés van, vagy sokféle szemszögből lehet közelíteni karma a témát. Az egyik, ami legegyszerűbb, hogy a betegségek és a többi az mint karma, vagy valaki ment és beütötte a fejét, akkor az a karma, vagy ritkább, amikor valaki megy és előtte esik, vagy a fejre esik egy zsák pénz, az ritkább karma. Akkor mi van még, mit tudjuk még mondani így kibontva, amit mondtál, vagy aratás, mi van még, betegségek, már beszéltünk, jó történik, rossz történik, lányoknak sokszor van nehézség, férjhez menni nehéz. És akkor általában az mondja, hát ez a rossz karmát. Valaki férjhez ment, ú, de jó a karmát. Szóval sok minden lehet karmára fogni, néha már azt is karmára fognak, ami nem a karma, de lehet, sokszor ember is kérdezi, jó, hogyha ez a karma, most valami nehézségekkel küzdők, akkor mi az, amit olyat csináltam, mert ha megtudnék, akkor már így nem fájna ennyire. És akkor valaki próbál keresni az előző életi kapcsolat, az előző életnek az előző életét, annak az előzői, és akkor próbálnak kitalálni, vagy keresnek asztrológust, vagy ilyen hipnózis, regresszió, hogy akarunk tudni, mi csináltam olyat, ami nekem most ez egy karma. De amit ma megbeszéljünk, hogyha azt megértjük, amit ma megbeszélünk, akkor már nem kell nekünk múlt élettel foglalkozni, regresszióval foglalkozni, meg sok minden mással. Mert a lényeg, hogyha van
hogyha nem csinál tudás, akkor a karma megköt az embert, és mindjárt ezt meg fogunk beszélni, hogy hogyan karma keletkezik, hogyan köt meg, ugyanakkor, amikor van egy megfelelő hiteles tudás, az adja úgynevezett, vagy mondhatjuk szabadságot. Más hogyan cselekedni. Bhagavad Gita-ban is lehet olvasni karmáról, akkor van a Patanjali Muni Yoga Sutrákban, ahol írja a karmáról, sok írás beszél a karmáról. Végül az a lényeg, hogy egy kicsikét nézzük meg globálisan a világot, mert akkor lesz tiszta, amikor teljes képet nézünk. Mert sokszor ember pont, igen, hát most beütöttem a kezemet, ennek mi a karma? Vagy valamit leégett a házam, annak mi a karma? Vagy valami más, vagy covidos vagyok, ő pedig nem covidos. Hogyha mi teljes képet kapjunk, mert ez egy nagyon fontos, ugye a védikus rendszer, ha már ott van sok téma, ugye a védikus rendszerben van, akár az orvoslás, az ajurvéda, akkor van mondjuk a danurvéda, vagy a harci, akkor van asztrológia, gyotés, sok-sok tudomány van, de mindegyik először adja egy teljes képet. És az alap, mint a teljes képen mindegyik erre épül, minden más tudomány. Nem kell újra, mint a van egy alap ABC, mondja Magyar ABC, és akkor minden, amit tovább használunk, minden, mert nem kell, hogyha mondjuk valaki elmegy közgazdász egyetem, akkor nem kell új ABC-t tanulni. Ugyanazzal az ABC-vel dolgozik a közgazdász, vagy az orvosi egyetemen. Ugyanúgy a védikus rendszer tanítja egy alapképet, és ugyanazzal dolgoznak például akár mondjuk a harcművészet, hogy ugyanolyan kell tudni az ajurvédát is, mert ugyanúgy működik a szervezet, meg vannak a pontok, hogy hogy lehet bekapcsolni embert, kikapcsolni embert, és így tovább. Ugyanazzal, és ugyanúgy működik a szervezetünk, és hogyha nézzük megint kicsit ajurvédát, akkor az ajurvéda nem csak testtel foglalkozik, hanem több dologgal foglalkozik. Durva fizikai test, ez az egyik, utána a pszichológiával, elmével, mert hogyha nem tanítja egy ajurvéda orvos, hogy kell viselkedni, akkor nem tud meggyógyulni, mert ahogy sok ember most kezd így rájönni, azt mondja, hogy lehet, hogy ez a lelki betegségem. Természetesen nem lelki, mert lélek nem beteg, de pszichikai igen. És onnan megy. És mindjárt mi ezt megnézzük, hogy kezdődik a karma, és az egész szervezetünket befolyásolja, és mindent. Védikus Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam magyarázza, hogy van az anyagi világ, ami teremtés által létrehozta érzékszerveknek az objektumokat, érzik objektumokat. És amikor érintkezünk, iszunk, eszünk, láttunk, halljunk, illatot érzünk, az nem más, mint az érzék szervek, csak matras parsa, hogy ez csak érintkezésben jön az érzékszerv és érzéktárgy. Gyakorlatilag semmi nem történik. De Krishna azt mondja, matras parsa dukha yonaya. De végül ez az úgy néz ki, egy ilyen semleges, ártatlan érzék szervek és az érzék-agibektum kapcsolat, amikor alakul, akkor dukhájonája. Szenvedést okoz. Habár sok ember gondolja, hogy én azért akarok kapcsolatba lépni az érzék-agibektumokkal, hogy boldog legyek, de mindenki tapasztalja, hogy szenvedés. De van ez a remény. Ne, jó, hát nekik nem sikerült boldog lenni, de majd én leszek.
És miért csőbe be van húzva a világ, az egész társadalom, mindig próbál valami boldogságot, mert úgy néz ki, mindjárt itt leszek, itt boldog, mindjárt leszek, de mégis általában eredmény ellentétes. Általában mindig. Mindig általában. Ezeket fogunk vizsgálni. Pedig nagyon ígéretes, van több ilyen ember, több típusú, egyik típusú, aki mondjuk így, hogy kutyatudatú. Prabhupád ezeket ismét mondja, hogy mert kutyát valaki belerúg, az elszaladt, visítva, utána elfelejti, visszajön. Aztán megint belerúg, megint elszaladt, megint visszajön. Szóval van ember, aki egyfajtából kudarcot tapasztalja az életébe, de megint neki fut, és megint próbálják megoldani, megint. Szerintem Einstein mondta, hogy nekünk a problémát okoz az elme, és hogy lehet, és mi elme segítségével akarunk megoldani a problémát. És mondja, hogy lehet azzal, amitől szenvedsz, azzal megoldani a szenvedésedet. Ne legyen szenved, ez nonsens dolog. És azért van olyan emberek, akik mindig újra és újra neki mennek, és kudarc. Vannak mások optimisták. Ők nem is értenek, hogy szenvednek. Ezek a szamár típusok. A szamárnak csak egy répát kell mutatni, és akkor már megy. Mint nálunk a reklám, ez egy répa. Akkor kimegyünk a boltba, ez mind répák. És megyünk, vásároljunk, és azt hiszünk, hogy boldogok vagyunk, de még mindig ott a répa. Sose, szamár mindig gondolom, még egy lépés, ugye itt a répa, még egy lépés, és akkor boldog leszek. De nem működik. Végül utána nála van, és az a probléma, hogy ez a, amikor már szamár, vágóhíd, annyira a szamárnak mi a problémája, hogy olyan típusú embereknek, rövid távú, rövid látok. Még csak ezt a répet lát, és akkor, hogyha a szamár, így lehet vinni a vágóhídra, ugye, be lehet így kísérni szépen, és nem fog ellenkezni, és megy halálba bele sétál, és akkor meghal. És akkor ez is történik, mert van ez az elképzelés, hogy én ettől kell, hogy legyek boldog. Közben ember is látja, hogy ő meghalt sikeresen, ő boldogtalan, ő neki betegség van. Egyfajtából magunk körül látjunk, hogy probléma van ezzel, azzal. Sokszor általában mindenki meghal. Tudjátok, a Krishna megteremtette világot, és ennek van egy garancia. Garantált mindenki meg fog halni. Ha valakinek nem válik be, lehet reklamálni, jó? De még senki nem jött vissza, hogy ez most nem működött, ez most selejtes, használt valami selejtes dolgot kaptunk. Nem, ez egy Krishna megcsinálta, adta garanciát, működik tökéletesen. Jó, de akkor hogy ez történik, hogy egy ilyen életet él az ember, akkor nézzünk meg, hogy mi az, ami ember lelket, mindenki egy lélek, de a lelket így meg tud vezetni. Ez a hamis ego, ugye ahankar. Amikor lélek tiszta tudattal rendelkezik, ez az anyagi világ már alapban szennyes vibráció, az egész tudatlanság, ez a neve, vagy tamasa buddhi. És amikor lélek
érintkezésbe jön ezzel a világgal, abban a pillanatban az tiszta egója beszennyeződik, és akkor hamisra válik a hankár. Mit jelent, hogy hamis? Ez azt jelenti, hogy én elkezdek testtel azonosítani magamat, hogy én vagyok ez a test. És akkor kész. Hogyha én vagyok ez a test, akkor minden, amit itt kínálnak, minden azonosítom magammal, és minden nekem kell. Természetesen nem minden, mert ez az ego kategorizálva van. Mondjuk van kettő fő kategória, mondjuk a női ego és a férfi ego, hamis ego, valaki azonosítja, hogy én vagyok a nő, én vagyok a férfi, és akkor ez alapján szelektál. Mert nem mindegyik tárgyal szeretne kapcsolatot teremteni egy élőlény. Ahogy beszéltünk, hogy van a érzik tárgy, és érzik szervek kapcsolódnak, nem mindenki mindenkivel. Miért? Mert ego kell hozzá. Például, hogy megy a férfi Váci utcán, voltatok már Váci utcán? Mindenki tudja, hogy hol van, ott megyünk. Én már rég nem voltam, utolsó Harinámon, amikor valamikor voltam. Megy a Váci utcán egy férfi. És hogyha átsétál végig, akkor megkérdezünk férfitől, hogy hány kozmetikai bolt van a Váci utcán? Azt mondja, egyik sincs. Ott maximum, ami van, Adidas bolt, azt én is ismerem. Többit nem tudom, mi van még ott. Mert amikor valaki találkozik egy tárgyal, lát mondjuk valamit, vagy hallja, akkor abban a pillanatban ego, ez a szűrő, a hamis ego. És próbál információt szűrni. Megkapom az információt, megkeresem a tudatomban tapasztalatokat, vagy tudást azzal a tárgyal kapcsolatban, és hogyha egy pozitív élményem van, vagy tudok ezzel a tárgyal azonosulni, akkor kell. Úgy működik a reklám is. Ugye, habár nem annyira védikusan kidolgozott, de szerintem az őszintüken is jó kidolgoznak, hogy hogy kell megfogni egy jó reklámmal embert, olyat kell mondani, hogy az egót érintsen, és egóm, hogy ez engem érdekel, én tudok ezzel azonosulni. És mivel egy férfi nem tud azonosulni magát egy sminkkel, és ezért ő elsétál bolt mellett, és nem tudja, hol van. De mondjuk, hogy ő egy horgász ember, akkor összes horgászboltot, vagy biciklisboltot tud mondani, hogy melyik hol van. Ugyanúgy a nő is, akkor ő csak elsétál mondjuk a horgászbolt mellett. Mert nem azonosítja az egóval. És amikor van ez a kapcsolat, amikor én fogom, és úgy történik, amikor valaki megtalálta már az egóval, jó, akkor ez a tárgy, legyen ez egy ennivaló, vagy bármi. Kapcsolatba lépnek az én érzikeim azzal a tárgyal, akkor jön egy impulzus az agyba, és akkor ott vegyi reakciók történnek. Itt van egy vegyész nálunk, kémiai tudósunk. Ki van még tőle, köztetek van ki? Tanult kémiai? Pedig nagyon sok reakció történik a szervezetünkben. Agyba kettő van, tudod? Van a vegyi, és van elektromos agyba. Ezek neurónok működnek. Na mindegy, nem menjünk oda vele. Majd egyszer. És akkor, amikor ez megtörtént, akkor van egy fizikai reakció, meg csak egy látom tárgyat, hogy halljunk, és beazonosítottam, hogy ez engem érdekel, nekem tetszik, én szeretnék, akkor beindul egy vese mellék, ugye? Úgy mondják magyarul? Vese mellék? Mellékvese. Oké, akkor nem vese mellék, hanem mellékvese van. Jó. És
és akkor elindul egy adrenalin, meg másféle dolgok termelése, és amikor és szervezet így változik, ugye a Bhagavad Gita-ba is lehet olvasni, hogy van egy változás a szervezet, amikor én azonosítom a tárgyat. És még ez még nem karma, képzeljétek el. Csak most elmondom, hogy hol kezdődik a karma. Hogy kerültünk ebbe a karma labirintusba. Szóval látom, a ego azt mondta, kell, szeretnék ezt élvezni, a szervezetem már mennek elektromos először az agyba, milyen vese? Mellékvesébe. Ott mondjuk termelődik az adrenalin, és így tovább. És utána, amikor én ezt a tárgyat használok, élvezek, akkor megint mennek kémiai folyamatok a szervezetembe, és még egy fontos dolog, egy érzelem ébred. Szóval van egy érzelem, hogy ez most kellemes, vagy kényelmet, vagy kellemetlen, boldog vagyok, vagy boldogtalan ettől a tárgytól. És ez az érzelem, na itt kezdődik a karma. Mert végül maga csak a érintkezés, a érzék tárgyal, az érzékszerv, az még nem csinál karmát. Amikor már több, mint hamis ego van, hanem amikor az elme is bele van vonva, mert az elme ő érzelmeknek a központja, akkor indul a karma. Én érzelmek kaptam, akkor itt már mondhatjuk, belekerültem a pókoknak a hálójába. Hogy most látom kint, most Facebookon most mutatta, hogy egér rám egy beletapad. Láttatok? Gondolom, hogy mindenkinek ez feldobja a Facebook. De nem beszélünk többet egérről, mert a Facebook csak azt fog mutatni. Észrevettétek? Amiről beszéltek, a Facebook már ott éjjel-nappal azt kívánja, kínálja nekünk. Na, lényeg, hogy így beragad, amikor csak érzelmileg valaki be van vonva a életbe, akkor beragad. És akkor ennek van többféle érzelem. Van, általában van negatív érzelmek, van pozitív érzelmek. De mind a kettő ragadó. Például, és mi történik utána az emberrel? Amikor meg érzelmileg belementem, akkor utána az elme kezd ezen rágódni. Mondjuk kipróbálta valamit, mondjuk nem annyira jó dolgot, de így megcsináltam. És mondjuk új érzés, jó érzelmet keltett benne, akkor utána ezzel kezd mindig újra rágódni. Azért mondják, hogy megrágodott. És az elme mindig csak ezzel fut, ez futtatja, és minél jobban ez futtatja, annál erősebb kezd kontrollálni őt ez az érzelem. Csak egy például, hogyha egy emberrel, mert embereket is úgy látjunk, mint érzék tárgyaink, az a probléma, hogy mi akarunk élvezni másokat. És amikor valaki csalódást okozta, fájdalmat okozta nekem, akkor én újra kezdek emlékezni rá, felhúzom az elmébe, és akkor ezzel rágadok, ó, és milyen csinálta, és hogy. És akkor megyek, és másoknak kritizálok róla, és akkor egy ilyen nagyon erős negatív energiát kezdek termelni. És amikor ezt csinálom, akkor az érzelmek, ez egy energia. Szóval ez egy nagyon fontos. Miért mondtam, hogy amikor csak így érzik tárgyakkal, érzik szervek kapcsolatba kerülnek, semmi gond, de mikor már érzelmek bekapcsolnak, akkor egy különleges energia az érzelmek, és ezért erős hatása van a szervezetre is. Mondjuk, hogy van negatív,
a gondolat, negatív érzelmek valakire, ami mindig tudjunk, hogy akkor nem tudjunk aludni, nem hagy minket békén, és mindig csak róla gondoljunk, hogy milyen gazember, és milyen, és olyan, és csak így hergelődik, 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 és ez az érzelmeknek a negatív energia elkezd pusztítani a szervezetet gyakorlatilag. Elindítja olyan vegyi reakciókat, meg egyik, akkor a prána szinten is, ugye, hogy önpusztító szervezet teljesen elromlik. Negatív érzelmektől annyira kopik a test, hogy nagyon gyorsan öregíti. Öregszik, ember betegszik, gyengül az egész szervezet, és végül zavarodott lesz. Szóval másik, hogy az anyagi tárgyak, anyagi érzéktárgyak, amikor ember kapcsolatba lép érzelmileg velük, akkor ez gyengíti az intelligenciát, és szétszórta teszi ember. És ez a karma. Szóval nem is az a karma, hogy most beteg lettem, mert valamit csináltam, hanem én rabszolga leszek. Ez az, amit erről aratunk. És érzelmeknek a rabszolgája leszek egyik oldalról. Hogyan? Mert amilyen érzelem van, erre gondolok. Nem tudok másra gondolni. Vagy pozitív, vagy negatív. És a negatív akkor azt csinálja, hogy a tudatot szükíti. Mint mikor valaki megijed, mi történik a szervezettel? Befeszül. Ugye? Befeszül, beszükül. És mikor valaki megijed, akkor nem is tud most mit csinálni. Nem, megáll, nem tud mit kell csinálni. Ugye, mert nem működik kreativitása. Ember nem lesz kreatív. A pozitív, majd elmondom, mi az igazi pozitív érzelmek. A másik, akkor ez a negatívtól. A pozitív, de ami negatív pozitív, úgy mondjuk, jó, ezek függőséget tesz. Ezektől a tárgyaktól, amik vannak, és mohóság, a mohóságtól, amikor valaki élvez, mert ez se jó. Azt gondolja, de jó neki, van neki arany jacht, akkor van neki nem tudom, saját bank, ország. Hát vannak olyanok, akiknek van saját bolygó, az kicsit több, mint egy ország, vagy egy sziget, és akkor gondoljuk, de jó neki, nem jó neki, mert ugyanúgy ő is szenved. Miért? Mert az egyik, amikor negatív-negatív érzés, köszönöm szépen, akkor ember áldozattal válik. Én vagyok az áldozat. Engem nem szeret, ki van ilyen? Engem nem szeret senki, engem mindenki kihasználja, és engem csak mindenki bánt, és nem is hallgatnak meg, és akkor ez az áldozat. A másik a büszkeség. Amikor én meg tudok csinálni, én ezt elértem, siker élményem van, de akkor ez mohóság és máda, megmámorítja. És akkor ő elkezd már, a probléma az, hogy egy ilyen önfelemisztő folyamat az is. Mert ember elkezd lenni, mikor túl ez a szenvedély kezd uralni rajta, akkor érzéktelenség jön mások lények iránt. Akkor másokhoz érzéktelen lesz. És már ahhoz, hogy fokozzon a saját élvezetet a mohóságtól, már csak úgy tud valamikor, hogy kell másoknak okozni valami fájdalmat. Vagy megölni, vagy elvinni több területet. Csinálok Tesco Globált. Ugye volt régen, nem tudom, ki már élt, legalább 90-es években köztetek. Ja, de akkor ilyen picik voltak még? Gyalog jártatok asztal alá? Van egy ilyen orosz mondás. Amikor én már ezt csináltam, te még gyalog jártál asztal alá. Szóval 90-es év, ez volt a vége,
a globalizáció előtt, mondjuk Budapesten, kisek városokban, amikor én voltam templom Commander Krishna völgyben, és akkor kellett venni a templomhoz dolgokat. Akkor, hogyha tisztítószer, akkor elmész egy tisztítószerboltba. Akkor mész, egy sétálsz, akkor bemész egy vasboltba, veszel valami, mindig kellett valami templomba szerelni, akkor papírbolt külön, és akkor itt tovább, ennivaló, másik. Ez azt jelenti, hogy ezek az emberek tartották fenn egy kis boltokat, és megírt a családjuk. De lettek a mások, a globál emberek, akik élveztek, és ők sikeres, és mohóság. Nem, Tesco az milyen országból származik? Anglia. Ott indul el, aztán már mikor már, akkor megyünk Magyarországra, és már sok ember elveszítette a munkáját. Mert sokkal praktikusabb, bemész egy boltba, és akkor ott minden egy helyen megveszel. De így történik. Vagy kolonizáció, akkor egy ország fölött uralkodni fogunk, mert nekünk kell ez a terület, hogy mi élvezünk. Szóval ez a hős, ez egy hős mondjuk, annak a vége is pusztítás, a betegségek, és így tovább. Szóval ez a karma, és ember nem tud mit csinálni. Itt ez a fontos. Miért? Mert az egyik az áldozat, és mindig ezen rágódik, a másik rágódik a sikeren, és akkor jön a mohóság. És ez a mohóság, ez csak szenvedést okoz. Mert mikor már sok van, akkor a másiknak is sok, akkor már konkurencia, akkor harcoljunk, akkor én nem alszok éjszaka. Volt egy ilyen vicc. Gyerekkoromban mesélték. Alszik egy zsidó család. Feleség fekszik, a férje nem tud elaludni. Mi történik? Aludjál már. Jaj, nem tudom. De miért nem tudsz aludni? Hát mert milyen magyar zsidó névet ismertek? Ádám. Ádám az jó? Belefér? Mondja, hogy Ádámnak a szomszéd volt a falon keresztül, a szomszéd az a családja volt. És azért nem alszok, mert tartozók, tízes ezeres elf tartozók, és vissza kell adni, és ettől nem tudok aludni, hogy adjak vissza, mikor nem, miért ez egy stressz, depresszív, tízes vissza kell adni. Felesége kopogott a falba, hey Ádám! Nem tudom én, a férinek milyen lehet még másik neve? Jákob. Jákob, nem ad vissza neked tízezres! Aludjál nyugodtan, Jákob, most Ádám nem tud aludni. Értitek? Na szóval ez így működik, hogy mindig valaki aggódik. Egyik aggódik, mert vissza kell adni, aztán mondasz, nem adok vissza, akkor már ő nem tud aludni, mert nem kap vissza, mert ő erre számított azt a tízezeresre. Szóval így gúzsba van kötve. És ezért mind a kettőbe végül az érzelmek negatívak. Az áldozatnál is negatív az érzelmek, és a hősnél is negatív az érzelem. És akkor annak még van egy fokozat, amikor valaki tudatlanságba kerül. A tudatlanság, ez is egy karma, gusba köt. Nem tudok megoldani. Én nem tudok megoldani. Amikor, tudjátok, ez egy ilyen tudatlanság, ez egy ilyen gödör. Amikor én áldozat vagyok annyira, hogy nem tudok kimászni a gödörből. Hát figyelj, de hát menj, és akkor csináld meg. Hát ez nem, én nem tudok ezt megcsinálni, nem tudok ezt megoldani. És akkor így rágódik. Akkor ez így a negatív érzelmek. Akkor a másik, a pozitív, úgynevezett pozitív, a hős, akkor ő szenvedély, ami végül mindig vége, mindig szenvedés, mert nem lehet megállítani. Azt mondják, hogy a szenvedély kikapcsol az embernek az intelligenciát.
és mindegy kettő pozitív és negatív, mondjuk megint az áldozat, inkább úgy mondjuk áldozat és a hős érzelmek erősítik a testtudatot. Ugye Bhagavad Gita-ban, harmadik fejezetben azt mondja, hogy gyána vigyána násanam. Ugye ez a szenvedély, az rögtön elviszi az embertől a lelki tudást és a lelki tapasztalatokat, elfeleti. És olyan erősen, hogy mi most itt veletek ülünk, és hogy nekünk mondjanak, hogy te egy lélek vagy, akkor mondjuk, én tudom. De hogyha mi tudtunk volna, akkor mi felugrottunk, és itt táncoltunk volna a boldogságtól, hogy én lélek vagyok. De nem annyira, hogy annyira össze vagyunk keverve a hamis által, hamis ego által a testtel, hogy nekünk kell, hogy bizonyítsanak, hogy mi nem vagyunk ez a test. Annyira erős. És ez a karma. A karma megint nem az, hogy most bevertem a fejemet, eltört a lábam, hanem a karma az, hogy a tudatom el van torzítva. Ez a legrosszabb. És így a tudat el van torzítva, az érzelmek, mint egy energia gúzsba kötnek, és én csak ezen gondolkodok, és nekem van csitta, ugye, amikor lélek ebbe a világba kerül, akkor létrejön finom fizikai test. Én a fizikai testben van a tudat, a csitta, és ott van a memória. És amikor mi élünk egy életet, minden, amit csináltunk, semmi nincsen elfelejtve. Ember sokszor gondolja, hogy na most senki nem lát, most megtehetem. Nem így van. És van másik emberféle, jaj, mindenhol már ki van kamerázva, hát ezt most írjuk alá petíciót, engem nehogy felvesztek, ne rakjatok Facebook, nem adok hozzájárulást, mert ez szabadságsértés, hogy mit mondják merre, mi ez a személyes szabadságsértés, mert minden, de nem kell aggódni senkinek, mert a mi akaratunk ellen mindig ki vagyunk kamerázva. Mert amikor meghalunk, akkor lejátszanak nekünk a filmet. Hallottátok, ugye, hogy vannak ilyen tapasztalatok, azok, akik halál közeli élményben részesültek, akkor mondták, hogy lejátszik a szeme előtt az egész életük. Igen, hát van kamerarendszer, van, úgy hívják a Chitra Gupta. Ugye Chitra azt jelenti, hogy kép, Gupta rejtett. Szóval minimum mindenki mellettünk most is, mert mikor egyedül vagyunk, minimum két kamera van, minket vesznek, sose vagyunk egyedül. És minden van rögzítve, mit csinálunk. Szóval az nem, az még, mert ami Facebookon van, az lehet nem megy oda, de ami ez az igazi, ami Facebookra lenne, lehet nem megy, de akkor ez viszünk következő életbe. Ez a másik. És az a csitta, ott is van rögzítve nekünk az információ. És amikor mi, például hogy működik ez a karma? A mi életünk válogatos, ahogy beszéltünk, hogy a hamis ego keresztül, hogy akkor egy bizonyos típusú emberek, valaki keresnek horgászboltot, valaki keresnek ez a kötőző cuccokat, valaki keres ennivaló boltot, a ego, hamis ego alapján. És úgy történik, amikor én látom valami tárgyat, a szem az semleges, annak semmi nem problém, nem kell, neki mindegy, mit lát, mert ez egy optika. Elmegy először, amit látom, a csitába, a tudatba, az elmébe. Ugye? És az elme, ez nagyon gyorsan történik, gyorsabb, mint a fénysebesség. Azon a keresi a tudatunkba információt. Mert például ezt megmutatom nektek, mi ez?
Honnan tudjátok? Nem is mondtam, hogy a szemüveg. Értitek? Nagyon gyorsan. De hogyha mutattam volna Afrikába, akkor néztek volna. Nem finom, az biztos, de mi az? Nem tudom. Így történik, hogy amikor én valamit látom, akkor elkezdek keresni róla információt a tárgyról. Az elme nagyon gyorsan csittába megkeresi, és utána, mert nem, nekünk, tudjátok, a rögzítve nem információ főleg van, hanem az érzelmek. Az a fontos. És akkor feljön egy érzelem ezzel kapcsolatban. Valamikor például mondjuk valakinek mutatnak mondjuk cigarettát, vagy kábítószert. És lehet, hogy ő nem fogyasztotta, és de hallotta róla, van egy tudás róla, hogy ez milyen veszélyes, és ez mennyire rossz. És ezért, amikor ő megmutatják, és hogy ez egy kábítószer, akkor rögtön megtalálja tudást, ő még nincsen érzelem vele kapcsolatban, nem tapasztalta, nem próbálta ki, de a tudás alapján megtalálja, és akkor tudás mondja, veszélyes, mert ez behúzza téged, és függni fogsz, és börtönbe mész, és meghalhatsz, és rögtön mondja, egy negatív érzelem, ó, ez nekem nem kell. De hogyha valakinek volt egy érzelem, ami ő szerint tetszett neki, akkor ő meglátja, és akkor mondja, ez jó, ez nekem tetszik. És így minden helyzetre sokszor vannak már becsomagok, érzelmek és a reakciók. Mert mi hogyan reagálok valamilyen tárgyakra? Az érzelmek alapján. Amikor valakinek volt valami negatív érzelem vízzel, akkor ő már mély vízétől fog félni. Valamikor mondjuk egy lánynak gyerekkorában, vagy valamelyik életben, mindegy, volt egy negatív érzelem apjától, vagy férfiaktól, és ezért ő, amikor mindig látja a férfiakat, akkor kész. Feljönnek ez az érzelmek. És rögtön nehezen, így ez szerint fog reagálni. Mert az ember nem tud reagálni alap, majd megnézzük, lehet, de átlagban ember nem tud reagálni ellentétes ahhoz, hogy milyen az érzelmek. És ez az energia, ez az erős. És ugyanúgy a vágyok, érzelmek, olyan energia, hogy az érzelmek meghatároznak a célt, hogy ki az, aki eléri a célt. Vannak sok ember, akik kitűznek a célt, de valakik elérnek, valakik nem érnek el. Azok, akik érzelmileg átélnek azt a célt, ők el fognak érni a célt. Bevonják érzelmek. Aki mikor csak így, jó lenne, de nem érzem, nem azonosítom magamat ezzel a céllal, nincsen érzelmi kapcsolat, akkor nincs ennyi erőm, nincsen ennyi energiám, akkor jó lenne, akkor gyere. Na most nincs időm, most megyek ide, megyek oda. De amikor érzelmileg, akkor én minden feladom, és csak az után megyek. Szóval így működnek. És ahogy beszéltünk, reakciók ugyanúgy. Szóval a célok, az egész cselekvés érzelmek irányítják. Miért menek moziba? Érzelmek. Meglátjuk. A Dallas-t már nem is tudjátok, hogy volt ilyen film. Én nekem csak az maradt. Voltak milyen, az milyen, mexikói, vagy milyenek ezek a spanyol szappan operák? Brazil! Ó, te jó! Izaura! Azt sem tudom, miről van szó. Szomszédok! Linda! Rosa. Hogy? Rosalinda. Rosalinda?
Szóval, és akkor mindig minden meghatároznak. És a reakciójuk, megint én valakitől kaptam, valaki kedves szót mondta nekem, akkor ő egy jó érzelmeket bennem keltette, akkor ez megmarad. És mindig, amikor holnap látom ez az ember, azt az embert, akkor mosolyogni fogok. Hogyha valaki mondta valami kényelmetlen, ami fájt nekem, akkor másnap, mikor találkozok, akkor nem is tudok szembenézni. Visszrevettetek? Van, akinek nem tudjuk szembenézni. Akik pozitív érzelmeket kaptunk, akkor mindig szembenézünk, mert várunk. Olyan tegnap, olyan őt mondtál, mondhatod ma is valamit. Akitől negatív, akkor nem akarunk, nehogy még egyszer mondja, és nem nézünk embernek szembe. Szóval ez így működik. És kitanult iskolába a Pavlov reflexet. Emlékeztek, hogy a kutyának kirakott a tálcát, folyik a nyála. Igen. És a világ is így működik. Szóval érzelmek, látunk a tárgyat, akarunk. Valaki negatív dolgokat mondta nekem, agresszív, akkor én rögtön így fogok reagálni. Vagy elfutok, ez azt jelenti, hogy áldozat vagyok, vagy elsírom magamat, hogyha ez mindig áldozat, vagy hős, akkor visszaszólok neki, hogy az én szóval legyen az utas. És ezeket a forgatókönyvek, és sokszor ember tudja, hát nem így kéne, de akkor is így csinálom. Nem kell oda menni, akkor is oda mentem. És van egy szokásom, le akarok szokni, nem tudom. Mert miért szokást nem tudjunk leszokni? Mert érzelmileg benne vagyok. És a körülmények, amit körülöttünk van építve, a világ, a városok, minden, ez minden azért van, hogy még jobban megerősíti a hatás ránk az érzelmektől, és ebben a körülményben mi mindig így ezt akarunk csinálni. Egy példát mondom, hogy ezek az érzelmek hogyan működnek, mert a körülmény az újra fel fog ébreszteni az érzelmeket. Például próbáljátok meg, amikor haza fogtok jönni, mondjuk munkából, vagy ebéd után, mindegy, egy helyre jöttek, és azonnal feküdjétek lealudni. Csináljátok 3 napot, negyedik napra, amikor bejöttek ebbe a házba, akkor az egész, ami körülötte van, fog nektek mondani, na most már álmos vagy, és feküdj, és érzelmileg fogok ezt érezni. Így szokások is működnek. És utána kell egy erőfeszítés, hogy ne így csináljak, hogy megváltoztassam ezeket a dolgokat. Szóval így a körülmény erre van építve, hogy az érzelmek uraljanak rajtuk. Ez a másik. És nincs szabadság. Van akkor, gyorsan történik, oké, van érzéktárgy, érzékszervek kapcsolódtak, ez lehet szem, tapintás, hang, illat, oké, rögtön bement, kereste, beazonosította, hogy az egómmal jó, nekem tetszik, mert valakinek mondjuk sütőtök tetszik, akkor ő, valaki azt mondja, nekem krémes tetszik. Akkor neki krémes mutatod, krémes, aki a sütőtök, és mondja, ez a krémes. A krémes, és mondja, ez a sütőtök. És kész, és mindenkinek megvan a saját érzelmek és a karma, és ember, mondhatjunk, gusba van kötve. És ezt fogok aratni, hogy ez csak erősödni fog. Erősödik, minél többször megcsinálom, annál erősebb a forgatókönyv. És mondhatjuk, ilyen szoftverek vannak. Végül ezek az érzelmek, ők irányítják az én reakcióm a bizonyos helyzetekre, ez olyan, mint egy szoftver. Mert mondjuk a számítógépbe, ahogy a számokkal akarsz dolgozni, akkor Excel-be kell kapcsolni.
És akkor ő csak ezt tud, Excel. Ő nem tud neked vágni videót. Excelben már valakinek sikerült videót vágni? Majd szóljátok, hogyha sikerült. Szóval értitek, nem lehet más csinálni az Excelben. De a videóvágóban nem lehet táblázatot csinálni. Kinek már sikerült? Ah, köszönjük szépen. Akkor te legyőztél a karmát. Szóval, és ugyanúgy az ember megvan, hogy ki hogy reagál, és mert az érzelmeknek bizonyos kombináció létrehoz bennem a természetemet, a hangulatot, és érzelmi reakciót kívülről. Például nézzük meg, vannak emberek pozitívak, mindig jó, minden pozitívak gondolják. Ez egy hangulat, az egész élete. Van ember, aki nagyon negatív, minden rossz, minden negatív, ő úgy látja, akkor nekem nem fog sikerülni, nem vagyok képes. Ez egy teljes mindig. Bármit tudsz mondani, neki mindig szoktuk mondani, neki inkább ne is mondom semmit, mert csak megint ilyen negatív lesz. Akkor ez az alaphangulat. Akkor vannak olyan érzelmi reakciók. Mert például a negatív is ember, aki általában negatív, de ő is néha ideiglenesen tud mosolyogni, nevetni. És ugyanúgy, mint mikor valaki pozitív, néha is tud elszomorkodni, de van neki alaphangulat. Szóval az érzelmek alapítják szokásainkat, a hangulatunkat és tulajdonságainkat. Mert tulajdonságok irányítják ugye az embert, a karakter. A Bhagavad Gita-ban és a más szentírásokban azt mondja, hogy ez a svabhava, ugye svabhava, bhava, egy hangulat. Mi minden más természetűek vagyunk, más hangulatunk, más tulajdonságokkal rendelkezünk, mert másféle érzelmeket tapasztaltunk. És akkor ez így, ezért sokszor, ezért nem lehet megváltoztatni. A karmát, majd mindjárt fogunk beszélni, hogy lehet. Mechanikusan nem lehet megváltoztatni a karmát, csak próbálni más lenni, mint én vagyok. Ezt nem tudjuk megcsinálni. Erre elmondom egy vicces sztorit. Valaki találta a dzsín lámpát. És akkor megdörzsölt, és kiült a dzsín, és azt mondta, szolgád vagyok, mondd meg, mit teljesítsek. Ú, de jó, dzsín! Azt mondja, én 5000 évig be voltam zárva ebbe a lámpába, most annyi energiám van, hogy bármit vágyat teljesítem. Ki szeretne egy ilyen dzsínt? Na, jó, várjátok a végét, jó? Hát, ha nem fogtok szeretni ezt a ilyen dzsínt. És akkor mondta, hogy ezt szeretnék, dzsín, megcsinálta. Akkor jó, következő milyen szolgálatot kaphatok? Hát akkor ez. Akkor az, és akkor több dolgot megcsinált, aztán már embernek nem kell semmi. És akkor mondta, jó, köszi, nem kell semmi. És akkor Jean mondta, figyelj, vagy hogyha nem adsz nekem szolgálatot, akkor megöllek. Na, most mit csinálják? Hogyan? Mert minden, mert ő bármit nagyon gyorsan teljesít, és megint a nyakába volt. De intelligens volt az ember, és látta, ment egy kóbor kutya, amelyiknek ilyen a farka. És azt mondta Jinnek, figyelj ide, csináld meg, hogy egyenes legyen a farka. Amikor befejezel, akkor gyere újra. Azóta nem jött vissza. Mert ugye ez csak egy ilyen történet, hogy a kutyának miért ilyen a farka, mert ilyen a karmája, neki ilyen. És az nem lehet, hiába kiegyenesítesz, elengedsz, visszamegy. Szóval ugyanúgy nekünk is, a karma, ami érzelmek, ami már mi összeszedtünk sok-sok-sok születésen állt, az mindig vissza. Ki már próbálta megváltoztatni dolgokat, és utána vissza beáll. Megint próbálok újra. Van sok ember, akik azt mondják, na jó, január 1-e, új életet kezdek. És akkor egész
január 3-áig. A negyediktől pihenni már kell egy kicsit ettől az új élettől, és a 7-én már megy a régi sínen. Ugye? Ez egy normális. Akkor nézzünk meg, hogy mikor, mert nincs szabadság. Ez, főleg, amikor tudatlanság és a szenvedélyben van ember, az egyik, ahogy beszéltük, ez a negativizmusban fog, csak degradál a tudat, szűkül a tudat, betegszik a test, és primitívebb lesz a tudat. Akik tudatlanságban, utána már nem is beszélnek másokkal, csak mennek kukától kukáig, és így tovább, és a következő életben már csak állati testbe fognak szaladgálni. A szenvedélyben erőszakosok, lesz háború, másoknak az erőszak az a fontos. Hát nem tudom, itt Magyarországon milyen youtuberek vannak, de Oroszországban, nem tudom, most még vannak ilyen, képzeljétek el, van egy ilyen stílus, vagy nem tudom, hogy mondjuk trash videó, amikor erőszak van élőbe, nem erőszak, hanem fizika erőszakok, és emberek így fizetnek, és ezek a youtuberek a legtöbb pénzt keresnek, és akkor ők vagy felbérelnek, mert annyi pénzt kapnak, mert emberek akarnak látni erőszakot. Nem csak ilyen ezek a ketrec harcosokat, hanem ilyen élőbe, amikor nem két sportoló, aki erre van edzve, hogy kapjon ütéseket, hanem ilyen. És akkor elmennek, ezek a youtuberek felbérelnek, kifizetnek egy mondjuk hajléktalant, annyi pénzt, ami sose látta, ami a youtubernek semmi, és akkor behívják az élőbe, és akkor ott elkezdenek kínozni. Akkor ott, szóval volt, amikor meghalnak emberek. Ilyen, ez a szenvedély, ez ilyen erőszak, meg kevés, most már olyan, már nekem kevés csak egy videót nézni, hanem ott kell, hogy legyen valami nagyobb élvezet, és szenvedély, erőszak. Háborúk, másokat, ez azt jelenti, hogy érzéktelen leszek a mások irányt. Például a húsevés, az mi? A vágóhidok. Ez az, hogy 99% embernek, még Budapesten, semmi nem fordul el, hát mi ebben rossz, hogy eszek húst? Értitek? Ez a szenvedély. Nincsen ez a gomb, hogy érezni, hát egy valakinek meg kellett halni egy állatnak. Hagyjál békén, ez csak szentimentalizmus, ennyi az egész. Értitek? Nincs érzelem. Tompolnak. Szóval ez a szenvedély tompítja. És akkor, hogyha van az erőszak, akkor jön a katasztrofa, jönnek a betegségek, és azok is meghalnak nem természetes haláltól. Ez a szenvedélybe érzelmek. Na most nézzünk egy kicsit följebb. Ó, meddig kell tartsak? Még egy kicsit lehet. Jó. Jó, ma kapcsol le villa, mindenki mehet haza. Én majd 5-ig reggel befejezek, mert itt egyedül magamnak. A következő, ami segít, ez a jóság. A jóság érzelmek, ez a hála. Szóval megint a szenvedélybe ez a még ez a mohóság élvezni. Ez zsákutca, ott ember elveszíti az egész szabad akaratot. Akkor a jóság, amikor ember már nem, nincs ez a mohóság, hanem nekem elég, ami van. És hálás vagyok. Milyen jó, hogy itt van lehetek, milyen jó, hogy ember vagyok, milyen szép ez a természet, milyen jó, hogy esik az eső, milyen jó, hogy süt a nap. Szóval hálás lenni. És mellette jóság, hogy kezd figyelni, mi történik. És mielőtt érzelmeket, vagy tapasztalom érzelmeket, de figyelek, miért kaptam ilyen érzelmet. Most akkor ő felkelte ez az érzelem, akkor én hogyan reagáljak?
és érzi, ő is tud érezni ugyanolyan inger, hogy akkor én is negatívan reagálok. De ő tud megfigyelni, de hogyha így fogok reagálni, akkor ugyanaz vagyok, mint ő, vagy akkor ezzel nem oldódik meg, akkor csak zárt kör lesz. Ő adja negatívet, én adok vissza a negatív, és negatív negatívet szül. Szóval a jóság ember ezeket tud átlátni. Ő tud felülvizsgálni. Van neki az az érzelem hálás lenni, egy szabadságot ad. Figyelni, vizsgálni helyzeteket, mint Bhagavad Gita-ba az Arjuna mutatja egy ilyen példát. Ő érezte érzelmeket, egy ingert, hogy hogyan cselekedjen, de nem cselekedett, hanem vizsgálta. És Krishna is mondta neki, amikor Arjuna mondta, hogy vezess ki a szekeremet kettő hadsereg között, és Krishna mondta, jó, akkor most kivezettem, akkor figyelj, kik vannak itt. Kiket, mit látsz, kezdj figyelni. És akkor elkezdte figyelni. És ez a megfigyelés, akkor jönnek a kérdések. Szóval a jóság a szemedében, ahogy beszéltünk, hogy újra, most így nem sikerült boldog lenni, akkor most így leszek boldog, akkor így leszek. De a jóságember, ő kérdezi, hogy én is akarok boldog lenni, de miért szenvedek? Miért kell meghalnom? Ki a hibás? Miért kell, mivel nem ez történik? A szenvedélybe ember azt mondja, hogy igazságtalan. Ő nem tudja, miért ez történik, ő csak azt tudja mondani, hogy hát én olyan ártatlan vagyok, ott vannak a szárnyaim hátul, most szálltam alá, és velem ilyen igazságtalanság történt. De jóságba ember, ő kezd gondolkodni, hogy miért történt. És ez a miért kérdés nem ítélte, hogy én ezt igazságtalanul kaptam. Mert ez a szenvedélyember. A jóságban nem zárja le pontot, hanem kérdezi, miért. És a Srimad Bhagavatam is mondja, hogy ez az emberi lét akkor kezdődik. Mikor van ez a kérdés, miért. És akkor ez a miért szó, ez a karma megoldása, ez a karma oldás, mert van sokféle karma oldások. Mennek emberek, nem tudom, pranayámat, az is égeti a karmát, gyakorolnak léző technikát. Csak az a baj, hogy a mély érzelmeket, ezeket a szamszkárokat, élményeket, az nem szedi ki a pranayáma. Csak a tudat, a karmát változtatni lehet tudattal. Amikor ember kérdezi, miért ezt most mondta nekem, és hogyha én nehéz helyzetbe kerültem, akkor megint negatív ember áldozat lesz, csináltak velem, igazságtalan, akkor a hős ember elkezd harcolni, a jóságba ember elkezd vizsgálni, ebből mit tanuljak. Mit kell ebből tanulni? Mi a tanulságos, ami most velem történt? Mi már most, hogyha én próbáltam boldog lenni és szenvedek, akkor akkor úgy, ahogy csinálom, nem, akkor ez az eredmény. Akkor mi más, hogy kell csinálni, hogy legyek boldog? És itt már nem a karma szerint kezdek cselekedni, mert a karma szerint ez mindig neki mennek a falnak, menni a répa után. Hiába nem kapuk meg. De jóságember mondja, hogy ha így nem kaptam el három lépés után, akkor valami nem stimmel itt. És akkor van, ez a szabadság. Szóval a szabadság itt kezdődik a jóságba. A jóság adja lehetőséget szabad lenni a karmától, megváltoztatni a karmát. A többi korlátozott, mert van többféle módszer, amit a betegség is égeti a karmát, akkor a asana is karmát tisztítja, a pránájáma és sok minden más, astanga, joga, minden, de nem olyan erősen is milyen, mint a tudata. Ezért Krishna is mondja Bhagavad Gita-ba, elején mondja, hogyha te függsz, hogy neked vannak szenvedélybe az érzelmek, vagy tudatlanságba, akkor intelligenciát nagyon legyengíti. És mondta, ezért csak
Csak intelligencia erővel tudsz karmát változtatni. Ezért mondja Srila Prabhupada is a harmadik fejezet, buddhi jóga. Az intelligenciának a jógája. Ez pont ez, hogy először figyelek, és mikor látom, mi történik körülöttem, miért ezt mondta, akkor mit kell tanulnom, mi az önzenetet, akkor kell valamit tanulnom az életről, hogy én lélek vagyok, te vagyok az a test. Na ez a tudás, ez ami tud adni erőt intelligenciának. Az érzelmek, amit elején beszéltünk, amit rágotok az érzelmeken, vagy ami tetszik és akarok újra élvezni, vagy negatív, az gyengíti az intelligenciát. A tudás az erősíti intelligenciát, és ez fog adni, akkor megint ott van a tárgy, láttam, és természetesen a karmám szerint felébred, hogy én akarok ezt a tárgyat. Te van intelligenciám, akkor nem reagálok a tárgyra, hanem átgondolom, lehet, hogy most nem fogunk. És akkor így tudok kezdeni változtatni a karmát. És megint a hála az a legnagyobb erő, ahol én nem kell arassak negatívat, hát minden negatív, ahogy mondtunk, tudatlanságban negatív, az én áldozat vagyok, mohó vagy hős, ez a szenvedélybe. Akkor nem kell aratni. Hogyha valaki tanul hálás lenni, akkor ő lehetősége van egy kicsit elkülönülni az anyagi világtól, amelyik beszívtam a mi érzelmeket, be vagyok szívva. Ezért mondják, be van tépve. Hát ez az egész anyagi energia betéptet az embernek az érzelmeket. De mikor én hálás vagyok, akkor nekem kezd megfordulni befele a tudat. És amikor befele, akkor összpontosul a tudat. És ez a hála, annak van egy még magasabb, amikor én hálás vagyok Istennek. És akkor itt a kijárat igazából a karmától. A többi más az csak bonyolítja az egész életet. Hát röviden ezt az aspektust gondoltam, megmutatom. Karmáról tudjunk beszélni egy hetet. Mert lehet más szemszögből is nézni, citta, szamszkár, karmavászana, kalpana, kalpana, végam, vikár, sok minden, majd máskor. Most inkább az, mert ez a legfontosabb, mert van mechanizmus, most elmeséltem, hogy fontos az az érzelmeket lássunk, aztán persze van még mechanizmus, mi történik, hogy történik, de ez majd nem az a legfontosabb. Oké, így jó eddig, ennyi idő? Triuka Prabhu. Jó. Vannak kérdések esetleg? Nincsenek. Jó, megy a emésztés. Oké, akkor mindenkinek jó emésztést kívánok. Igen, Triuka Prabhu. Ugye beszéltél erről, hogy a tudatlanságban is van valami, ami beszippan, és akkor van a szenvedélyben is, és hogy mindegyikben van valami érzelme, és akkor ez a szívó erő, ugye, ami ide köt minket, mutatni, ahogy mondtad, és hogy a jóságban mi az, amely ugye az is a kötődik, mi az, ami itt Igen, a jóságban ez a tudás, mert akkor ember kap egy kicsit különlegesebb tudást, és akkor ott van, hogy én tudom, hogy kell csinálni, és nyugodt vagyok, és büszke leszek tudással, és akkor felül lenézek a többieket, akik mókuskerékbe pörögnek, a szenvedélybe mókuskerék, gödörbe, tudjátok, amikor bogár van, ilyen bogár, hátra is nem tud felállni, de ez a tudatlanság ember gödörbe, és nem tud változtatni ezért. És néha, mikor már ennyi tanácsot adsz neki, akkor látod, ő ezt élvezi, ezt a szenvedést, a tudatlanságba, ezt a tehetetlenséget. És akkor a jóságból kezd büszke lenni a tudásra, és ott van fenntartható boldogság. A szenvedélyben nincs boldogság, ott csak répa van. A tudatlanságban ott akkor
gödörbe van az ember, jóságban valamilyen boldogság van, és ember ragaszkodik a boldogsághoz, a ragaszkodni boldogsághoz az már szenvedély, és így kerül vissza. De viszont a szenvedélyben és a tudatlanságban az anyagi energia olyan erős hatással van, ahogy beszéltünk, hogy nem tudjunk felülvizsgálni, hogy mi lelkek vagyunk. Én csak látom a tárgyat, azt akarok élvezni, és mondja, gyere, Gomida klub dűrakutére, nincs időm, mert nekem nem nincs időm ezzel foglalkozni, lélek vagyok, hanem én ez, és ez a szenvedély viszi. Ez azért gyána, vigyána, násane. Kifosztogatja azt ettől a lehetőségtől, a lelki tudásról és a megvalósítástól, szenvedély pörgeti az ember, nincs ideje megállni. És csak jóságban ember megáll, és gondolkodik tudásról. És még az a különbség, a szenvedélyben embernek mindig igaza van. Kinek mindig igaza van? Van itt köztetek? Hát itt mindenki jóságban van, nagyon jó. A szenvedélyben ember nem tud felülvizsgálni magát. A jóságban ember meg tud állni, és kívülről vizsgálni magát. Jó-e csinálok, amit csinálok? Lehet, hogy kell változtatnom valamit, szóval tudja, van ez az ereje, és nyugalom az elmében, hogy kívülről nézni, és az anyagi energiának a lefedettsége nem olyan vastag, hanem vékonyabb, az azt jelenti, át tud látni a lelki dolgokat, nagyobb a kapacitás mélyebben megtapasztalni és megérteni a lelki témákat. A szenvedélyben ember nem tud a lelki témákat érteni, mert vastag a takaró. Avritti. Hogy hívják? Avaranatmika. Avarana. Avaranatmika. Shakti. Szóval anyagi energiának van a illuzórikus takaró. Letakarja a szenvedélybe és tudatlanságú ember olyan vastagon, hogy neki lélekről beszél, az nem érti. De jóságba az már, ő már képes. Ezért a jóság ez egy jó dolog. De mondom a lelkét. Akarjátok minden kikerülni gyorsan? Akció van. Ma nem kell sokat jóságot gyakorolni. Jó, akkor csak rövid, akkor nem is kellett majd ennyi előadást beszélni, csak elég volt egy mondat. A legjobb karma tisztítás és lelki fejlődés, úgy cselekedjek, hogy Isten legyen velem elégedett. Viszontlátásra. Hogyha ezt csináljunk, hogy legyen Isten velem elégedett, végem, ez már nem karma. Mert jóság még mindig karma. De hogy Isten legyen velem elégedett, nincs kapcsolat karmával rögtön, és akkor nem kell lélegezni pránájámat, csak egy mondat, és már legyőztünk a karmát, és aratunk valami jót. Okay, köszönjük szépen. Van még kérdések? Jó, akkor a többi kérdéseket TikTokon tegyétek fel. Jó, igen? Csak a hálára. Kérdésem. Most mondtad, hogy az ugye a jóság, de ugye gondolom van transzcendentális hála is, szóval, hogy az ember akkor lelki értelemben hálás valakiért, de hogy hogyan lehet ezt a hálát akkor fölébreszteni, szóval, hogyha valaki hálátlan, akkor hogyan tud akkor azzal, hogy dolgoztatja az intelligenciát, és akkor megáll? Igen, hát erre kell egy kis jóság, hogy gondolkodni, hogy például tudjunk gondolni, hogyha mondjuk anyukám megfőzte nekem ebédet. Lehet mondani, hát ez természetes. Nem, ez a dolga. De jóságban ember látja, hogy anyukám elmegy, egész nap dolgozik, és utána jön, rám gondol. Mert nem akkor gondol, amikor főz, amikor már előző nap már gondolt, hogy holnap ezt fogok neki főzni, ó, és kedves, és azt főzte, amit szeretem, hát gondolkodni, de ezzel kell jóság, hogy én gondolkodjak, hogy ez mennyibe került anyukámnak energiámba, vagy ha barátom valaki jön, és mosolygott nekem, úgy mosolyog nekem, milyen kedves, milyen hálás vagyok, hogy úgy, nem mosolygott,
nagyon jó, nagyon hálás vagyok, nem mosolygott nekem. Szóval gondolkodni kell, hogy mi van mögötte, és gyakorolni. Szóval vannak olyan tulajdonságok, amit gyakorolni kell. Oké, most nem, természetesnek vettem, de nem így kell, hanem hálás, és gyakoroljuk, most legyek hálás, legyek elégedett. Ugye a Srimad Bhagavatam leírja, hogy van ezek az érzelmek, a pozitívakat kicsit kell gyakorolni, hogy most legyek hálás, tanuljak meg hálás lenni, és akkor mondom, hogy köszönöm, valaki bármit hozta, köszönöm, nem, ne legyen természetes. És ez egy fontos dolog. Egy kérdésem van, hogy ugye van az érzék, meg érzéktárgy, és hogy amikor, hogyha azt szeretném csak, hogy Isten elégedett legyen velem, az nem lehet egy érzéktárgy? Tehát, hogy ez különbözik attól, hogy Isten szeretete nem egy érzéktárgy? Akkor? Mert egy kicsit, hogyha ilyen szempontból nézem meg, akkor olyan, mintha hasonló lenne, és akkor viszont ugyanaz. Igen, Isten szeretett tárgy, hogyha őt szeretjünk, akkor ő elégedett velem. Szóval lehet, mert szeretet végül ez a boldogság. Mert mikor mi elkezdünk vizsgálni, mit jelent, hogy a szeretet, vagy mi a boldogság, akár bármelyik irányból, akkor megnézzük, fogok látni, ez egy is ugyanaz. Ugye, mert Isten, ő Ananda. Ananda az azt jelenti, hogy boldogság. De boldogság, ez egy érzelem. És ez egy szeretet. És ezért Isten a szeretetnek a tárgya, persze nem ilyen életlen tárgya, objektum, akkor így mondjunk. És akkor vele kapcsolatban, hogyha mi kezdjünk látni dolgokat, akkor az érzék tárgy is lehet boldog. Például Isten elégedett velem, boldog, hogyha én eszek olyan ételt, ami neki volt ajánlva. És az finom is, és gondol, ó, ez Istennek volt ajánlva, és akkor az még különleges ízt is kezdek érezni, szóval itt lehetne csinálni, nem probléma, hogyha Istennel összekapcsolok. Ezért Prabhupád mondta, hogy nem kell nagyon változtatni semmi az életbe, csak adjunk hozzá Istent, és minden az ő elégedettsége. Például ember akar főzni, akkor elmegy vásárolni. Hogyha csak elmegyek piacra vásárolni, ez karma. De hogyha elmegyek vásárolni zöldséget, hogy Istennek főzek, az már nem karma. Szóval így, amikor kapcsolódom Istennel, nincs karma. Isten nélkül karma. Így jó? Igen? Mindjárt mert a... Igen. Hogyha van egy személy, akinek van egy mondjuk egy traumatikus élmény az életében, és ugye ez az elme az egy mély szamszkár, és ahhoz az a tendenciája az elmének, hogy ahhoz vissza is visszaugrik. Erre egy védekezési mechanizmus az, hogyha az ember elzárja az érzelmét, én ezt csináltam, és ezt tudatos vagyok erről, hogy emiatt az érzelmeimet nem élem meg annyira tudatosan. Visszásnak érzem azokat a szituációkat, amikor érzelmileg kell megnyilvánulni. Ezt hogyan tudom oldani? Nagyon jó kérdés. Mindennyiunknak gondolom van valami. Ami negatív érzelem, amivel próbálunk lezárni, nem kapcsolódni, ne kezdje minket felemészteni a dolog. A megoldás, és ez is, na, mondodjunk így, amit mondtál, ebből mit tudok tanulni? Hogy nekem van ilyen, ami lezártam. Mert ez egy tanulás. Azt tudok tanulni, hogy ebben a világban mindig ez lesz, és mindenkinek lesz ilyen. Ez az első tanítás. A másik kell tanulni, én nekem végül, de hogyha nem ebben a világban, akkor mi lesz? Hanem az lesz, hogy nekem kell lelki érzelmeket. Amikor én szerzek lelki eredeti érzelmeket, akkor az meg fog semmisülni. Addig nem. Életről életre viszel magaddal ezt. Az már megvan. Az már sose. Mint valamikor valaki, jaj, publikáltam ezt a fényképet, gyorsan törölök Facebookról. Már töröljél. Az már egyszer került netre, az már ott lesz.
Szóval ugyanúgy, ami a csitában nekünk egyszer valami negatív érzelem került, az már nem törölhető. De felülírható eredeti lelki érzelmekkel. És minnál, ezt mondja a Visaya Vinivartate Niraharasra Dehinam. Azt mondja a Krishna Bhagavad Gita-ból, ezek az érzelmek olyan erősek, hogy újra és újra magára tudnak vonzani az elmét, és akkor ott fognak tartani, és ez vagy fájdalom, akkor csak ez vele megcsinálta, vagy én csináltam ezt a hibát, és vagy próbálok lezárni, de pici valami hasonló emlékeztető visszafeljön, utána megint elzárom, és akkor ez így működik. Ezért rasyavrajam, de hogyha én keresek lelki érzelmeket, lelki élményeket, na akkor az kikapcsol, és még ott marad, de már energia nincs benne. Ez a lényeg. Ameddig nincs lelki, addig ezek ilyen energiabombák. Bármikor fel fog robbanni, bármelyik életbe újra és újra. És csak úgy hatástalanítom, hogy van egy lelki érzelem. És nekünk, én mondom, anyagi világban mindenkinek ez lesz a vége, hogy negatív érzelem lesz, szenvedés. Például emberek sokszor mondoznék, akkor beszéljünk kicsit, ha arról ne beszéljünk. Ha miért? Biztos nem szeretik emberek. De mikor megvan valaki lelki érzelem, neki a halál olyan, mint hát átöltözni. Szóval már nem probléma. Nincs ereje halálnak. Szóval így, lelki, hogy akkor társuljunk a lelki személyekkel, és a mit jelent, hogy mondjuk Krishna tudat. Mi ez a tudat? Milyen tudatban vagyok? Hát milyen érzelmekben vagyok? És a Krishna tudat, ez a lelki érzelmek. Először persze nem ezzel kezdjünk, hanem megvan, hogy mit kell csinálni, hogy megtapasztaljak érzelmeket. Először jövünk, baktákkal találkozunk, az már egy lelki érzelem, ezek milyen holdról leszálló emberek itt, ilyen ruhába járnak itt, jó érzelem, még olyan finomat adnak enni, meg ez az zene, és akkor így kezdődik, ez mind lelki. És azt kell mélyíteni, és utána megszabadulsz, mindannyian megszabadulunk negatív dolgok. Azzal kapcsolatban szeretném kérdezni, hogy mondtad, hogy igazából nem kell nagyon változtatni azon, hogy mit teszünk, csak mindenhez hozzá kell rakni Krisnát. És akkor azt gondolom, hogy lelki szinten, akkor ez már egy ilyen természetes dolog, szóval már nem is kérdés, hanem csak így látja az ember a dolgot kapcsolatban. Hogy amíg nincs meg ez a megvalósítás, akkor az csak egy ilyen, az ember egy ilyen intellektuális erőfeszítést tesz, hogy akkor fölülírja ezt a programot, hogy jó, akkor ez nem az én élvezetem, és akkor tudom, hogy az lenne a helyes, de még nem jó mondjuk természetesen, hogy ez akkor csak egy ilyen intellektuális erőfeszítés. Valamikor igen, de valamikor ott is van egy érzelem. Mindig, hogy szóval az érzelem az mindig ott lesz. És hogyha valamikor felébredni kicsit engem negatív érzelem kezd elhozni, akkor igen, akkor intelligencia erejével próbálok visszatartani, és utána visszaugrik, és akkor kapok ettől egy valami jó érzelmet. Szóval valamikor rövid ideig van, de mindig lesz egy érzelem, mert mi nem tudjunk érzelmetlenek lenni, mindig érzelem, és akkor probléma, amikor én csinálom, és ott az érzelem, mert akkor sokáig nehéz lesz csinálni, mert ahol az érzelem, oda visz engem csinálni dolgokat. De ezért van nekünk az első, mondjuk ez a prasádam, ami próbál idehozni az érzelmek, és bhakta társulás. Mert japa, az igazi lelki élet, ezt mi mechanikusan csináljunk, ez nem probléma. Csak, és ez már gyengíti, hogyha valaki elkezdi mondjuk csapázni, énekelni, még hogy a mechanikusan csináljunk, akkor is olyan ereje van, hogy sok minden ember abba hagyja. Mert úgy beszéltem, hogy nem kell változtatni, hanem hozzá kell adni, az nem jelenti, hogy mondjuk valaki iszik alkoholt, akkor elkezd csapázni, és az neki már elég is.
Nem, hanem akkor, mert a negatív dolgok, amit van szokásaink, a tudat, mikor emelkedik a lelki gyakorlatok által, változik az ízlés. És már nem tudok ezt csinálni, amit idáig csináltam. Ez a lényeg, hogy ember abba hagyja. De kezdődik, ezért nem bűntudatba kell, én bűnös vagyok, és akkor így magát korbácsolni, hanem pozitív, hozzáadok Istent. Mert volt egy hallgatom Srila Prabhupát, beszélgetett egy emberrel, és mondja Srila Prabhupát neki, te nagyon különleges, csodálatos ember vagy. Jó, hát én nem gondolom így magamról. De hidd el nekem, te egy különleges ember vagy. Hát még csak dohányzás nemrég, a baleset után csak abba hagytam. Nem baj, te jó ember vagy. Te még húst is néha eszek. Szóval, de a Prabhupát már adta neki pluszt, pozitívat. Szóval oké, csak arra Istent hozzá. Volt egy ember, aki nem bírta abba hagyni, ez most nem, hogy mondjam, nem azért módom, hogy igazat adjak, hogy csináljunk így. Jó. De volt egy ember, aki nem bírta abba hagyni a borivást. Nem bírta, annyira érzelmileg rabszolga volt a bortól. Srila Prabhupát mondta, jó, nem baj, így el a bort, ajánlj fel Krisnán. De hogy? Hát a borban van víz. És azt a vízet, ami a borban van, az ajánlj fel Krisnának. És az legalább praszádám, ami víz van a borban. És a pozitív, oké, nem tudsz abba hagyni, de akkor valami csinálja, valami Istennel kapcsolód össze, és utána abba hagyta az borivás, mert ez megtisztít. Ez nem jelenti, hogy most valaki füvezik, akkor azt kell felajánlani, ez nem fogadja el Krishna, de inkább így pozitíven. Akkor valaki csinál negatív, akkor egyéb praszádamot az fog tisztítani. Gyere díjra klubba, kutírba, és ezt fogadni, emelni a tudatodat, és természetesen nem fogsz tudni már azt csinálni, amit ideig csináltál, mert az íz, az érzelmek, minél primitívebb érzelmek, annál csúnyább, primitívebb dolgokhoz ragaszkodunk, és azt akarunk csinálni. Minél tisztább a tudat, annál tisztább az érzelmek, és már nem tudjunk azt csinálni, amit ideig gondolunk, hogy hogy tudtam így élni, hogy így éltem az életet. Mert nincs már íz. Szóval ez a lényeg, hogy ez a természetes. És végül, ahogy mondtam, hogy igen, mi ezt mechanikusan csináljuk, és már ilyen változás történik, de nekünk a feladat, hogy felébresztene a mantrával segítségével lelki érzelmek. Ezt úgy hívják, hogy van kettő szamszkár élmény, érzelem, amit van viudana, ezek, amit beszéltem ideig, szenvedély, tudatlanság, jóság, ez a karma, ami megköti, és aratás olyan lesz, amilyen, ez a vyudana szamszkár, ami anyagi érzelmek és karmát csinál, és nekünk kell niroda szamszkár, lelki szamszkár, lelki. Ezért kell tudnunk, hogy meg kell tanulnunk, tudatosan, figyelmesen lelki gyakorlatokat végezni, na akkor vége minden karmának és a traumáknak, mindennek. Az a lényeg igazából. Mert van egy félreértés, miért így beszéltem most a karmáról, mint érzelmekről, mert most általában nekünk, aki nyugati világban él, a mi érzelmeink, ilyen cunámik, meg mindenféle földrengések vannak az elmében, atomháborúk, annyira stressz, depresszió, mindenki aggódik. És ezért vannak olyanok, akik tanítják, az a lényeg, hogy ne gondolj semmire, üresség, hogy ilyen legyen az elmét. Nem. Nem tudjunk ezt csinálni, mert mi érzelmi, a léleknek a meghatározása szát, örökkivaló. Ez azt jelenti, hogy én létezek, és ez egy érzelem. Csit, a tudás, és a tudat, és ez egy érzelem. És ananda, boldogság, ez a léleknek a term, érzelem. Szóval mi érzelmi lények vagyunk. És megölni minden érzemet és gondolat, az
természetünkkel szembe megy. Nekünk kell lelki érzelmeket, ami a mi természetünk. Mert anyagi érzelmek nem a mi természetünk, és semmi érzelem, gondolat ne legyen, az sem mi természetünk. Azt nem tudjuk, mert mi boldogságra létezünk. Sat Chit Ananda, lélek. Boldogságra van, csak a anyagi érzelmek miatt nem érezünk a boldogságot. Ezért a lelki gyakorlat által szépen fel kell ébreszteni a lelki tanítómester idős bakták segítségével. Egyedül nem fogok megcsinálni, nem lehet, hanem kell segítség, és felébreszteni a lelki érzelmeket, ami harmónia és boldogság, és szeretet gyakorlatilag. Vannak még esetleg kérdések? Igen? Bár most részben úgy érzem, hogy meg lehet válaszolni, vagy egy Dávid meg a lány kérdezett arra válaszként. Szintén ahhoz kapcsolódóan, hogy Prabhupád azt mondta, hogy nem kell megváltoztatni semmit, csak hozzá kell adni az Istenre való gondolást, az Istennek való felajánlást, hogy ha van valakinek mondjuk egy elégedett élete, és ő mégis szeretne egy kicsit többet, és hozzáadja Isten, akkor ha jól értettem, akkor azáltal az addigi élete, hogyha voltak abban ilyen tisztátalan dolgok, vagy a tudatlanság kötelében, vagy a szenvedély kötelében lévő dolgok, akkor azoktól így, tehát ha megváltozik az ízlése, és azok kevésbé lesznek neki fontosak? Vagy, igen. És akkor mondjuk a párkapcsolatban van, vagy a családi kapcsolatai, amik ebben vannak, így a szenvedély, meg tudatlanság valamilyen szinten, akkor ő azoktól el fog fordulni jobban, vagy igyekszik megváltoztatni őket, vagy ez... Jó kérdés, nagyon jó. Megváltoztatni másokat csak a szenvedélyből való ember akar. Tudatlanság az áldozat, úgyse lesz semmi belőle. A szenvedélyből egész világot meg akar változtatni, és mindenkit. Persze jóságban is, amikor van, hogyha van ez a büszkeség, akkor a jóságban ember kezdek mindenkinek hibákat, mert többet lát, hibákat mondhatja. És magyaráznak védikus írások, azok, akik jóságban vannak, brámanak, ők is pokolba mennek. Mert annyira igazságosok mindenkivel, hogy embereknek az igazságoktól már nincs életük, nem kapnak levegőt, mert egyfajtában ki vannak javítva. De normális jóságban ember, inkább aki lelki dolgokat hozzárakja, nem csak jóság, hanem lelki, akkor ő a másokkal kapcsolatban úgy átmegy a jóságos kapcsolat, hogy nem mit én kapok tőlük, hanem csak adni akarok. Ő figyelmes lesz. Mi mindannyian nagyon figyelmesek vagyunk magukról. Nem? Amikor itt valakinek nem mondtunk köszönöm, vagy nem vettem észre ez, vagy amaz, de amikor velem szemben ez történik, annyira figyelek, hogy velem hogyan bánnak, ugye ez a szenvedély. A jóság fordítva, én nem tudom, velem most nem érek rá velem, de vele és vele és vele. Szóval ez az ember elkezd nagyon figyelmes lenni mások iránt, aki megváltozik, akinek tisztul a tudata. És emberek fognak látni, hú, ez milyen önzetlen személy, mindig másokról törődik, gondolkodik, és így tovább. És ezért így meg tud változtatni másokat. Ugye, mert van ez a pszichológia, hogy nekünk van mindegyünknek hatáskörünk, egy hatásköri területünk. És mondjuk nekem van hatásköröm magammal foglalkozni, de Zsoltival nem. És akkor elkezdek, valami nem kényelmetlenség van, és akkor elkezdek Zsoltit változtatni, ezt úgy hívják, hogy én felelőtlen vagyok. Mert nem hatáskörömbe dolgozok. Nekem a saját hatáskör, és akkor elkezdek ezt csinálni, akkor Zsolti bezárkozik, és az én hatáskörön még jobban csökkenni fog. De elkezdek magammal foglalkozni, ahol hatáskörön van, ez a jóság, és magamon dolgozok, akkor Zsolti mondja, ó, ez milyen személy, hogy megváltozod, hogyan, te hogyan csináltál, megtanítanál? Hopp, rögtön hatáskör ráment, és már tudok őt változtatni. Szóval így a jóságban ember úgy nő a hatáskört, hogy mindenki lát, hogy ő milyen csodálatos, és azt mondja, én akarok olyan lenni, mint te.
és már hatás alatt van. Ami pozitív, mert ő nem fog visszaélni. Igen? Két kérdésem van. Az egyik az ehhez kapcsolódik, hogy mi a különbség a között, amikor valaki ezzel visszaél, és amikor ebben esetben a tátor mi van. És mikor beszélünk a jóságról is arra, hogy ez egy pozitív példa lehet másoknak. És a másik kérdésem az pedig az, hogy korábban volt téma az, hogy ha már tudatosan látom azt, hogy mit csinálok, hogy rosszul, de ez már egy lépés a változás felé. Mi van akkor, hogy ha még mindig ugyanakkor cselekedetben, ugyanazt is mondom. Jó, köszönöm szépen. Oké, jó. Köszönjük. Akkor az első, hogy visszaélésem, mert itt van a jóságnak, mert következő lépés még nem mondtam el. Az jó, hogy most ezt kérdeztél. Mert amikor én próbálok elégedett lenni, felülvizsgálni magamat, és akkor is már mondják többé, hó, te milyen jó csinálat, és akkor már mondjuk hatásom alá kerültek, és a nevű is, hogy ki az, aki tovább tud menni, mert itt tényleg lehet visszaélni, és akkor vissza fogsz esni szenvedélyben. Visszaélni, ez a szenvedély. Itt a következő lépés, amit nekünk meg kell csinálni, elkezdeni mindenkit tisztelni. Ez egy fontos gyakorlat, mert a tisztelet, ez a szeretetnek a magja. A tisztelet mélyül, és akkor ez, mikor megnyílik a virág, ez a szeretet lesz. Ezért, és ez mondja, Csitátmana prasántaszjá paramátma, nem ez a vers, yoga yuktavi sudatma vijitendriya sarva bhutatma. Itt pont az, hogy ember yoga yukta, aki ezt a jogát gyakorol, hogy akkor hálát ad mindennek, felülvizsgálja magát, változik, megnyugszik, Visuddha Atma, tisztul a tudatja, akkor megnyugszanak az érzékek, már nincsen szenvedés, és akkor van a kapacitás, mert mikor én nem tudok másokat tisztelni, meddig szenvedélyben van, mert csak tudok, hogy kihasználni mindenkit. A jóságban érzékszerveim és az elme már nem rohan. Minden. Akkor tudok kezdeni, és akkor azonnal el kell kezdeni tisztelni mindenkit. Ez a fontos. Akkor nem lesz visszaélés. Ezért, aki igazán tovább megy a jóságba, az a szarva bhutatma. Mindenkit elkezd tisztelni. Krisna úgy mondja a Bhagavad Gita-ba, ő azt látja, mindenki kedves számára. Ez a fontos. És akkor mi volt a másik része a kérdésnek? Igen, és újra csinálom hibát. Igen, mert nekünk a szokásaink, a hibák, ez egy forgatókönyv, ez be van írva. És én akaratlanul, vagy akarok, én így fogok csinálni. Nekem ez a szamszkárba, vagy a csitába, a tudatba le van írva, hogy erre a helyzetre én így fogok viselkedni, így fogok reagálni. Vagy van ez az erős érzelmek a vágyhoz, és az kontrollálja engem, és megyek, és csinálom. Amikor én kezdek, van egy tudásom, és csak elméleti tudás, az egy kicsit enyhítene, de még mindig a forgatókönyv megy tovább. És itt mondjuk egy példát, munkahelyen vagyok, vagy iskolában, és van egy társam, vagy munkatárs, aki mindig kisodor engem, az, hogy mondjuk, a mederből. És akkor én mindig agresszívan reagálok. És már tudom, hogy nem jó, de megint holnap megyek, megint ő ugyanazt csinál, megint kisodorok. Oké, akkor mit kell csinálni? Akkor, mert érzelmi, mert mit történik? Vagy a rossz, ahogy mondta, a rossz újra csinál, mert érzelem felébred, és az érzelem kényszerít engem ezt csinálni. Az az ember dühült, vagy valamit engem bennem ébreszt, és akkor én ezért így reagálok. Na most akkor mit kell csinálni? Le kell ülni, ez nagyon jól működik, ki lehet próbálni, leülök, és lejátszok elmémbe, de ez is egy jóság kell.
Mert ember nem, csak jóságban ember le tud ülni, és kezdeni lejátszani forgatókönyveket az elme. Szeretében nem tudja megörülni, hogy le kell ülni és gondolkodni. Inkább felmászok a falra, az úgy könnyebb. De leül, és először lejátszik, ő nekem ez fog szólni, és erre mi történik, mielőtt hibázok, felébred az érzelem. És az érzelem kényszerít engem erre a reakcióra. Oké. Na most, itt kell átírni. Akkor ő megint, elképzelek megint, ő nekem megint szokásos dolgot szól, vagy látom úgy tárgyat, bármi, amit neked helyzetben van, és most csinálom, most nem ezt az érzelmet engedem uraljon, hanem meg, hogy mondjuk hálát, boldog legyen, vagy valamit, és ez alapján így fogok reagálni, és fogok látni, ettől ő is máshogy reagál, és így tudok változtatni akár a kapcsolatomat, az ember is fog változni, mert nem, fog, nem, nem vár, mert ő már tudja, hogy kell minket kisodorni, mert van egy gomb, mindegyünknek van egy gomb, meg lehet nyomni, és akkor kész vagyunk. Nem tudjuk aludni, nyugtatót szedjünk, még stb. És akkor sokszor én is csináltam, mikor valaki a látó, hogy nem tudom, akkor leültem, átjátszoltam, és valamikor még átjátszunk, jövünk, puf, és megint nem sikerült. Oké, újra leülök, és nézem, hogy hol megengedtem, hogy az az érzelem megint eluraljon rajtam. És akkor megint dolgozom, nem így, nem kapok fel a vizet. Az a lényeg, hogy engem ide, így érzem, hogy megy, és nem engedem, hogy rabszolga legyek. Például, na igen, hogy engem megsértődne, én megsértődök. Ez azt jelenti, ő engem kontrollálja. Megsértődök, vagy nem sértődök meg, ez az én hatásköröm, nem az övé. Hogy én megengedem, hogy az ő szavakra megsértődjek. Értitek? Na akkor ezt dolgozom. Mert sértődés, ez egy rossz, negatív érzelem, ami az egész testet, az egész tudatomat degradáltatja. És akkor dolgozom, mikor jön ez az érzelem, akkor én hogyan pozitíven el fogok nyomni, és máshogyan reagálok. Párszor lesz felülírom magamba, hogyha sikerül egy jó pozitív érzelmet elmébe felidézni, akkor utána egyre könnyebb és könnyebb lehet változtatni. De hogyha még van hozzá mantra, az még, mert ez nagyon mélyen megy, és nagyon gyengíti a negatív érzelmeket. Szóval így mondják, hogy jó, lehet csak mantrával, de hogyha egy túl nagyon-nagyon minőségi mantra, akkor elég a mantra. De nekünk jó lenne kombinálni. Kell a mantra, az nagyon jó, és még tudatosabb, akkor sokkal gyorsabb. Erről ugye Bhaktivinoda akkor mondja, hogy jó így kombinálni. Még mehet? Még kérdés? Oké. Jó. Évfél előtt megállunk. Igen? Hogy ezzel kapcsolatban, amit hogy meg akarunk változtatni személyeket, ezzel kapcsolatban szeretnék kérdezni, hogy mondtad, hogy a hatáskörünk az magunkon belül van, és hogyha magunkon belül változtatunk azzal, amit inspiráljuk, és akkor utána ő lép be a hatáskörbe, de az mi, vagy erről szeretnék csak többet hallani, hogy ez hogy működik, hogy ki az, aki igazából a hatáskörünk ad, hogy ezzel egyáltalán nem is kell törődnünk, hanem azt majd természetesen érezzük, hogyha így akarunk segíteni, hogy ne erőltessünk rá valakire, hogy én akarom ennek manipulálni, változtatni, hogy akkor ez nekem legyen egy érzékkielégítés, hogy hogyan lehet ezt így felismerni. Veszélyes kérdés, mert ezzel át kell lépjünk egy másik témába. Oké, nem baj. Hogy hogyan tudok változtatni másokat, azon múlik, mennyire van bizalom kapcsolat. Hogyha ő bízik bennem, az mit jelent? Akkor tudja, hogy nem vagyok rá irigy, nem nézek le őt, hogy most én már sokszor, amikor valakit változtatjunk, akkor valaki mondja, jó, magadra néz, mert akkor azt gondolja, irigy rám, vagy kontrollálni akar engem, vagy hatalmat gyakorol rajtam. De hogyha van egy bizalom, akkor nem gondolom így róla. És ez azt jelenti, hogy itt kettő dolog van.
vagy egy valaki, aki keresi lelki tanítómestert, mert akkor lelki tanítómester nem egy kérdés, hogyha neked nincs bizalom lelki tanítómesterbe, akkor ne keres, egyik. A másik, hogyha én rám van mondjuk bízva egy pár fiatal, de ahhoz, hogy változtassak, nekem kell építeni velük egy bizalom kapcsolatot. Hare Krishna, köszönjük, hogy itt voltatok. Várunk vissza szeretettel. Hogy akkor én építsem a bizalom kapcsolatot. A Srila Prabhupád, és mert mikor ő jött, nem tudták, hogy ő lelki tanítómester, még semmi nem tudták, csak egy öreg bácsit látták. De ő megetette mindenkit, megkérdeztette, hogy vagy. Nagyon-nagyon sok pozitívet adott. Nem tanított, csak adott és adott. Hogy volt? Elment utcába, utcára. Fogta pár könyvet, hívta Dhirakutirba embereket. Akkor szalad Dhirakutirba Prabhupád, főzött. Jöttek a fiatalok, leültette. Énekelt nekik. Jó érezték magukat, beszélt, mindig dicsértett. Olyan fiatal intelligensek vagytok. Hogyha ti elfogadjátok Krisnát az életébe, akkor olyan csodálatos, sikeres életek lesz. Csak dicsérte, csak mondta. Utána most lesz praszádam. Leültette mindenkit. Kiosztotta mindenkinek. Ezek elszaladták. Felmosta utána, vécét takarított. Ő csak adott, 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 adott. És utána észrevették, hogy csak ad, 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 és jött a bizalom. És látták, hogy ő tényleg csak adni akar, akkor lehet, hogy többet is tud adni, és akkor, mikor bizalom, akkor mondták, akkor most mondd meg, mit csináljunk. Amúgy úgy volt, amikor már jártak oda, semmi nem várta el, sose semmi nem kérte tőlük. És mondta, holnap lesz avatás. Az mi? Ma holnap elmondom. Én is kaphatok, jó, te is kaphatsz avatást, persze. Eljöttek, és akkor Srila Prabhupád felavatta, és elment. És mindenki olyan boldogok, Swamiji, olyan kedves, ad nekünk avatást. És akkor realizáltak, hogy mi már egy éve járunk, ő még sose nem kért semmit, de mindig csak adott, és itt a bizalom és a hála felébredt. És akkor jött vissza Srila Prabhupád, akkor mondtak, Swamiji, én, mi is tehetünk valami, kaptunk avatást, tehetünk mi is valamit? Jó, persze, igen, igen, igen. 4 szabály, 64 kör. és rögtön természetesen elfogadták, csak elméjük nem bírta 64 kört, ezt tudjuk, lecsökkent 16-ra. De ez a fontos, hogyha mi akarunk valakit változtatni, nem probléma, de előbb bizonyítsuk neki, hogy mi csak jót akarunk neki. Ez azt jelenti, hogy bizalom számlát, bizalom kapcsolatot építsünk. És így a lelki életben, amikor én például én járok ide, ugye, én csak így járok, eszek, hallgatok, de még nem bízok, hogy valamit mondjon nekem, mit csináljak. Akkor ez azt jelenti, hogy ez a sráda, az én hit, lelki hitem, az még nem olyan stabil, nem erős, gyenge. És mikor érett lesz a hitem, akkor én rábízok, hogy valaki kezdjen irányítani az én lelki életemet, és akkor kapok avatást. Szóval avatást csak az kap, akinek van ez a bizalom, ez a hit, ez ugyanaz a szó, az a srád, ez bizalom. És valamikor valaki tiszta, akkor ő tud látni, hogy ő a lelki tanítómester, és benne nem bízni, az olyan nonsense dolog, és akkor én már bízok benne. Vagy látom egy baktát, oké, itt van Triuga Prabhu, őneki nincs semmi más életében, csak adni, 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 akkor én nem bíznék benne. Amikor érett vagyok, akkor mondom, Triuga Prabhu, mondd meg, mit csináljak. Takarítsak, szorulapozzak, fessek, ne fessek bármit. Szóval így lehet változtatni. Bizalom, kapcsolat nélkül nem lehet változtatni. Ember bezárkozik. Így jó? Utolsó, Nóra. Mert már Triuga Prabhu áll az ajtóban, már... Nem? Jó. Jó? Az, hogy csak adunk elvárások nélkül, az gondolom a jóság minőségében van. De hogy még nem tartunk ott, akkor ezt
hogy lehet erre tréningezni magunkat, hogy elvárás nélkül adni, vagy elvárás nélkül szeretni. Nézni példákat. Mások. Én azért, ahogy mondtam is elején, hogy egyedül nem fog menni. Nekünk kell látni is azok, akik egy kicsit előbb már mennek ezen az úton, és lássunk példát, és lehet, hogy kérdezünk, és velük társuljunk, mert akkor ez fog emelni a mi tudatunkat, és fog nekünk adni erőt, és fogunk látni, hogy igazából a boldogság ezt adni. És vizsgálni, mert tanulni. Amikor én vissza akarok valakitől valamit, én nem vagyok érett személy. Mert végül, ahogy beszéltünk, hogy érzelmek, lelki érzelem, ez a szeretet. De a szeretet, ez önzetlenség. Mint az anyuka, amikor kisgyerek van, nem alszik éjszakákért, megy, és akkor szoptatja 3 óránként, ezt csinálja vele, azt csinálja, pelenkát cseréli, és sosem mondja, na mikor már köszönöm, az csecsemő nem beszélni se tud, mert köszönöm sem mondja. De holnap nem kap enni, mert annyira hálátlan. Nem, de nem is gond, nincs is olyan opció gondolatban. Miért? Mert szeret. Értitek? A szeret, ott nincsen olyan, nincs a koldugod, amikor már kapok valami vissza. Azt, nem, ő nem tud megállni, ne adjam. Ki mondja, valami normális anyukának sose kell írni, hogy etesd meg a gyereket. Ő már megy. Mert mi? Mert szeret, és a szeretet aktivitásra, mert szeretet, ez egy aktív dolog. És ezért mi, amikor mi gyapázunk, gyakoroljunk, hogy ne kérjünk semmi, ne várjunk semmi cserébe, mi gyógyítjunk a pszichikánkat, és képesítettét kezdjünk tenni, hogy tudjon a mi elmébe lenni lelki szeretet. És akkor ez a lényeg. Szóval kell, gyakoroljunk ezt, és példát nézzünk, hogy hála, és nem várunk el semmit. Akkor nem vagyunk rabszolgák. Mint az anyuka. Oké, köszönjük szépen. Átadjam szót még neked? Kis bocsán. Jó, akkor kicsit énekeljünk. Rendben.